Március 31. Íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Krisztus földi munkásságának vége gyorsan közeledett. Éles körvonalakkal rajzolódtak ki előtte az események, amelyek felé léptei vezettek. Még mielőtt emberi testet öltött volna, végig látta az utat, amelyen haladnia kell, hogy megmentse, ami elveszett. A szívét gyötrő minden fájdalom, a fejére szórt minden sértés, minden elszenvedett nélkülözés ismeretes volt előtte, mielőtt letette koronáját és királyi palástját. Leszállt a trónjáról, hogy istenségére emberi ruhát öltsön. Szeme elé tárult a bölcsőtől a Golgotáig vivő ösvény. Ismerte a reáváró kínokat. Minden tudott, mégis ezt mondta. Íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Jézus előre látta küldetésének eredményét. Küzdelmes önfeláldozással teli földi életébe derűt hozott, hogy munkája nem lesz hiába való. Életét adta az ember életéért, s ezzel visszanyerte a világot az Isten iránti hűségnek. Bár először a vérkeresztségében kellett részesülnie, a világ bűneit ártatlan lelkének kellett hordoznia, s kimondhatatlan gyötrelem árnyika borult ő rá. Mégis az előtte álló örömért megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Ellen G. White Jézus élete 410. oldal.